Sziasztok! Beszélgessünk egy kicsit. Baromira süt a nap, úgyhogy bocsássátok meg a napszemüveget nekem, de legalább menőbben nézek ki. Nagyon megy most a csoportban a mostanában a Riot Games fikázása, és az a vicces, hogy az ingyenes jutalmakkal kapcsolatban, és igazából pont azért szeretnék erről kicsit beszélgetni, mert nem egyik vagy másik oldalt támogatom, hanem épp arról akarok beszélni, hogy nem mindig csak végletekben tessék gondolkodni. Nem az a két verzió van, hogy a Riot Games-nek a büdös anyját, hogy miért olyat ad, ami nem kell, hogy most mit csinálják ezzel a prestige tokennel, vagy minek nekem ez vagy az. És a másik véglet sem az, hogy Riot Games az Isten és Úristen, de köszönjük, hogy ingyen kapunk mindent, és mindennek örülni kell, ami ingyen van, mert ezt látom, ezeket, tehát hogy leírja valaki, hogy mi ez a szar, nem kell egyáltalán, a másik meg széthülyézi ezt az embert, hogy köszönd meg, ingyen van, hülye! De nem kell mindennek örülni, ami ingyen van, ezt senki nem mondta, nem értem, miért ez a két verzió van. De mondok egy másik példát, ami Lóra is igaz, hogy elő vagyok fizetve Twitch Prime-ra, és kapni lehet egy csomó jutalmat hozzá. A játékokat is, meg hát a játékokban mindenféle skineket lehet kapni, olyat, ami nekem rohadtul nem kell és nem is érdekel? Persze! Nem játszom a World of Tanks-szal, nem játszom a Warframe-mel, nem játszom Dauntless-szel, amit nem is tudtam, hogy még működik egyáltalán. Tehát, hogy nyilván jár egy csomó olyan dolog, ami nekem nem kell, de most én akkor pereljem be a Twitch-et, hogy olyat adtak, ami nekem Sisák Csabikának pont nem kellett ezen a kedden vagy pénteken. Tehát egyszerűen nem értem, hogy mi ez a nevetséges indok, hogy de hát ez szar, ez nekem nem kell. Viszont persze nem kell tényleg mindennek örülni, hát tök nem érdekel, hogy a Warframe-hez milyen skin jár, viszont LOL-hoz is kaptam jutalmakat, meg az Apex Legends-hez is skineket. Oké, hát valami érde a Twitch Prime, például nem kizárólag ezért fizetem, mint ahogy a LOL-al sem azért játszok, hogy most én egy bizonyos skint megkapjak, sőt, még a belépőt sem azért veszem, hogy én egy konkrét bizonyos skint megkapjak. A mostani belépő nekem iszonyatosan megérte. Egyrészt sokkal több jutalom járt most, mint eddig valaha, ugyanúgy a Prestige Tokenes küldetések pluszba, még azt hiszem tojást is kaptunk, azt hiszem talán több gömböt is, mint eddig. És ami a lényeg, hogy két gemstone is járt hozzá, és így ezzel, meg az ingyen gemstone-nal, amit most a szülőnapnál kapunk, meg lett a 10, úgyhogy majd ki tudok venni egy Hextech skint, amik szintén iszonyat jól néznek ki, és nagyon értékesek. És hát erre is lehet mondani, én is kaptam már csomó skint, ami nem kell. Én például a Hextech skineket is elnézve, nekem alig van olyan, ami kéne Kog'Maw-ra talán, meg a Soul Stealer Vayne-en gondolkodtam, és még a Hextech Poppy is jól néz ki. Na most a Hextech Poppy-t ezt random megkaptam egy ládából, még csak nem is gömbbel azt hiszem, hanem sima Hextech chestből, tehát ami jár ingyen a izékért. És tényleg nem azt akarom mondani, hogy mindennek örülni kell, amit a Riot ad, csak kicsit nézzük már egy távolabbi perspektívából, és itt is azért ezt is hallgassátok végig. Vegyünk például egy 2019-es Bethesdát, aki most kitalált, hogy az amúgy eredetileg azt hiszem 60 eurós Fallout 76-ra, aminek azonnal csökkentették az árát, meg az eladások nagyon-nagyon megzuhantak, mert hogy elég rosszul sikerült, elég üres lett sokak szerint, meg bugos. Mint mondtam, a bugokat úgyis kijavítják, ugyanígy vagyok a Borderrel, tehát én most ezért nem fogok fikázni, ezért nem volt kockainfóba sem, meg nem értem ki, hogy jaj úristen, de szar az a Bethesda, miért hibás a játék. De az, hogy konkrétan az egyik legrosszabbul sikerült indítás, Fallout 76, és az egyik legbotrányosabban szarnak tartott játék az elmúlt jó pár évben. Mégis vannak emberek, akiknek így is tetszik. Nekem is van ismerősöm, aki játszik vele és szereti, és mindig is meg is kérdezem, na és miért szereted, mi tetszik benne, stb. Azt a részt is elfogadom. De vannak emberek, akik bizalmukat fektették, és pénzüket, tehát nem ingyenes a Fallout 70, pénzüket fektették bele, és tényleg a bizalmukat a Bethesdába,
És mit kapnak? Lehetőséget egy prémium előfizetésre, évi 100 dollár, vagy havi 13 dollár ellenében, és így mi a fasz? De most komolyan, és olyanok járnak hozzá, tényleg ilyen mikrotranszakciós cucc, mint hogyha RP-t kapnál lolba, mondjuk valamennyit. Hát abban is ez kinek olyanok, hogy így, hogy a dolgok, amit lehet venni, hogy nem tudom, mint a 800 pontba kerül az, hogy kékre fested az ármorodat. Tehát, hogy na mindegy, nem valami nagyon jó dolgok, és ezzel a prémium előfizetésért is jár egy olyan, hogy nem tudom pontosan mit tud a scrapbox, abba csak pár dolgot lehet rakni, vagy tehát egy korlátozva van, ezzel viszont korlátlan. Lehet privát szervered, oké, tök jó. Van valami skin, ami még aki szereti, azt szerint is gagyin néz ki, meg úgy eleve nem fontos. Én például el tudtam volna képzelni egy olyan verziót, hogy ingyenessé teszik a Fallout 76-ot, hogy jó, elrontottuk, mindegy, legyen ingyen, és akkor innentől rakunk bele bőven tartalmat, és majd meglátjátok, hogy jó lesz az egyszer, és nem kell ezen problémázni. És aki viszont fizetett érte, az ugye jogosan mondaná, hogy nem, most ingyenes lesz, én meg 60 dollárt fizetem érte, annak járna alapjáraton ez a prémium tagság. Azt akarom ezzel mondani, hogy 2019-ban az interneten bármi elterjed, bármi átbaszás vagy lehúzás, tényleg fél napok alatt mégis megcsinálják cégek az ilyet, az egyértelmű lehúzást és a dolgok korlátozását, kötelezővé tételét, és szánalmas, mégis megteszik. Na, a Riot Games ilyet nem tett. Nézzük meg egy nagyon röviden a Prestige tokenek rendszerét. Egy év után lejár, tehát hogy nekem most van 100 pontom, kapok még 25, 125 lesz, az jövő év februárban lejár, és nem tudom megvenni a korábbi Prestige skineket. Rosszul lett lekommunikálva? Igen. Az első skineket azért nem lehet megvenni, mert akkor még kb. Azt hitték, hogy az esemény során összegyűjtött pontokat lehet csak, ezért akkor kifarmolták, és ha most elérhetővé teszik, akkor azok az emberek hiába dolgoztak érte, ezért nem fogják ezt megtenni. Vitatható, én szeretném, hogy elérhetővé tegyék, de ez van, nem fogják. A Prestige rendszer egyértelműen pénzszerzési céllal jött létre, de nézzük már meg, tehát a League of Legends egy ingyenes játék, és nem azt mondom, hogy mindennek örülni kell továbbra sem, de a free-to-play modell úgy néz ki, jó esetben, hogy alapból minden ingyenes, ami a játékhoz szükséges, és további lehetőségek vannak, amik teljesen tényleg választható ilyen kis kiegészítők, mint a skinek, a kromák, az emotok, egyik se kötelező, csak ilyen jópofa hülyeségek, ami egyrészt nem szükséges, másrészt a cég bevétel forrása. Tehát ők nem kapnak pénzt azért, hogy te lolozol egyáltalán, meg hogy 10 éve fejlesztik, 1000-nél is több embernek a bevétele attól is függ, hogy mennyire veszik a skineket. Persze, hogy rámennek a skinekre, persze, hogy a népszerű hősökre csinálnak skineket. Lehetne több skinje a nem népszerű hősöknek is? Persze. Lehet, hogy nincs erőforrás, lehet már nem is érdekli őket, lehet tényleg csak egy pénzéhes szarcég. Én csak azt mondom, hogy nem ez az egyetlen verzió. Tehát, hogy és ez a Prestige dolog, ez úgy alakult ki, hogy kipróbálták, azt se tudták még, hogy akarják meg, mint akarják megvalósítani. Az emberek viszont nagyon-nagyon-nagyon szeretik, és nagyon szívesen farmolnak a Prestige skinekért, és nagyon szívesen fizetnek a Prestige skinekért. Nem a legjobb rendszer, nem túl korrekt, nem tudtuk, hogy mikor lesz milyen hős. Például, hogyha úgy lett volna, hogy én 25 pontot szerzek, és 100 pontért tudnám megvenni a KDA kajszát akkor így nem tudom megvenni, később meg már nem tudom megvenni azért, mert már kiveszik. Tehát ez így nem korrekt. Viszont most már jövőre jobb lesz, 2020-ban, ami kezdődik, az 2021 év elején lejár, tehát egy évig fog tartani. Viszont 2020 év végén elérhetővé fogják tenni az összes skint, ami 2020-ban megjelent, Prestige skin, plusz teljes listákat fogunk előre látni, hogy melyik hőshöz lesz majd ilyen kiadás. Most is már megmutatták, hogy még Miss Fortune-höz lesz, Thresh-hez például. Szóval próbálják jól csinálni ezt a rendszert, amit most találtak ki, most vezették be, nem tudták meg, hogy akarják megcsinálni.
Elbaszták? Szarul csinálták elsőre? Igen, én is így gondolom. Pénzszerzés van mögötte? A pénz miatt csinálják? Igen. Pontosan lehet tudni. Ezzel egyet is értek. De az, hogy ez teljesen értéktelen, és hogy nem azt lehet belőle kapni, amit te szeretnél, azt nem érzem ilyen valid ellenérvnek. Én is a KDA kajszát szeretném megvenni, és nem a mit tudom, Miss Fortune, meg egyikkel se játszok, amihez meg lehet venni. Viszont az év végén egyéb dolgokat is meg lehet majd venni. Teljesen, tehát ehhez a vásárláshoz exkluzív, mit tudom én, Wardskint, emotot, nem tudom most pontosan, ha akarjátok, majd megosztom a közösség fülön. De még egy csomó mindent lehet majd venni a Prestige pontokból, hogy teljesen nullára el tud költeni, és ne csak szimplán elvesszen. Az, hogy azok között is olyan valami téged pont nem érdekel, nekem is kb. Így van, de akkor majd jó, majd kiveszek valami Wardskint, vagy lehet addig megtetszik valamelyik skin, és ennyi. Én se tartom a legjobb rendszernek, én se tartom a legkorrektebbnek, ahogy csinálták, de komolyan az ingyen jutalmak miatt, amit a szülőnapi ajándékra kapunk, amiatt olyan apróságokon hisztiznek meg, hogy az anniversary skin az nem lesz exkluzív, és később is meg lehet majd venni, és így nem ér semmit továbbra is. Dolgoztak rohadt sokat, és szerintem amúgy tök jó dolgom, és megkapod ingyen, mert szülőnapi van alulnak, és ennyi konkrétan. Tehát, hogy ezen nem tudom, hogy miért kell problémázni, nem igazán tartom jogosnak. Hát ja, de akkor sem, tehát akkor is van igazuk ezeknek az embereknek is, csak nem feltétlenül mindenben. És itt nem is azt akartam mondani, hogy úgy van minden, ahogy én mondom, csak arra akartam rávezetni az elméteket, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy próbáljunk meg azért több szempontot is megvizsgálva tájékozódni, és utána az alapján véleményt nyilvánítani. Tehát ne, most szerintem nem ez a két verzió létezik, hogy a Riot Games az atya, szent, úristen és a legszuperebb cég valaha, és aki nem fogadja el, amit kap, az egy büdös szar és úristen, de hülye, és az sem a másik verzió kizárólag, hogy a Riot Games egy maga az ördög, a Teemo, és csak és kizárólag pénzt akar, és szarik mindenre. Elárulom nektek, hogy akkor lesz sok pénzük hosszú távon, ha nekünk tesznek jót. Erre ők jöttek rá leginkább az évek során, és a Bethesdáik például nem. Tehát ha most telefosták volna tartalommal, meg jó pofasággal a Fallout 76-ot, akkor több ember megvenné, mint ahogy a No Man's Sky-t is. Most kijöttek egy frissítést, amiben kijavítottak egy csomó mindent, aztán kijöttek még egy nagyon durva frissítést, szinte teljesen megváltoztatva és feljavítva a játékot, és biztos vagyok, hogy csomóan megveszik, és hogyha lenne rá időm, már én is megvettem volna, annak ellenére, hogy még torrentezni is sajnáltam az első verziót, annyira nem tetszett, és annyira botrányos volt az indulása. Szóval javításra van lehetőség, csak valahogy valaki nem ezt teszi, valaki igen. Ennyi. Szóval a Riot Games rég rájött, hogyha nekünk tesznek jó, akkor az emberek onnan szívesen, szia Imi, onnan szívesen fognak költeni. Ennyit akartam igazából mondani, írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek. Sziasztok!